Az online és papír alapú elméleti teszteken kívül gyakorlati feladatokat is meg kellett oldaniuk a 19. Széchenyi-ödön tűzoltó versenyen induló diákoknak. A Bonyhádi megmérettetésen 5 település, 9 csapata indult, ahol a legjobbak jutalma Vándor Serleg volt. Két év kihagyás után 19. alkalommal sikerül megrendezni ezt az eseményt, amelyet iskolánk névadójának fiatalabbik fia, Gróf Széchenyi Ödön tiszteletére rendezünk meg minden évben. A mai eseményen 5 település, 9 csapata vesz részt. Nagy öröm számunkra, hogy nagyon sok embert, diákot, felkészítőt, önkéntes és hivatásos tűzoltót megmozgat ez a rendezvény. Széchenyi Istvánnak a gyermeke volt Széchenyi Ödön, akiről sokan tudják, hogy Magyarországon a tűzoltóságot gyakorlatilag ő szervezte meg. Talán kevesebben, hogy Törökországban is a szultán felkérésére ő hozta létre a tűzoltó egyesületet, és a modern tűzoltóságnak az alapjait ő teremtette meg. Ezért a Pasa címet meg is kapta, és érdekesség, hogy elmondások alapján ő az első, aki keresztény hitüként megkapta a Pasa címet. Itt jelen pillanatban 9 csapat versenyzik egymással, és azt gondolom, hogy ha túl vannak az elméleti és a gyakorlati részen, akkor boldogan emelhetik magasba a kupát, amit reményeink szerint a bonyhádiak nyernek el, de természetesen, ha másik csapat lesz az első, annak is gratulálunk. Gergelics István, a Tolna megyei tűzoltó szövetség elnöke elmondta, a játékos feladatok célja, hogy megismertesse a gyerekeket a tűzoltás szabályaival és menetével. Mint minden szervezet, ugye a hivatások és önkéntesek is utánpótlás gondokkal küzdenek, és talán így ezekkel az ismeretekkel, ha lehet, hogy nem is lesz utánpótlás, lehet, hogy nem mindenkiből lesz tűzoltó, lehet, hogy nem mindenkiből lesz rendvédelm is, vagy más ilyen elhivatottságú ember, de azért olyan ismereteket szerez meg, ami nagyon hasznos lehet a mindennapi életében, egész élete folyamán. Na most hát, mivel úgy gondolom, hogy a megyében nagyon sok kis település van, ahol vagy nincs önkéntes egyesület, mert sajnos a 109 településből csak 23-24 településen van önkéntes egyesület, hivatások ugye elég messze vannak, és lehet, hogy szükség lesz arra a tudásra, amit egy gyerek itt megszerzett, hogy hozzá mer nyúlni egy tűzcsaphoz, tudja, hogy a tömlőnek melyik végét hova kell rakni, mit kell rátenni, egy sugárcsövet kell rátenni, tehát akár esetben be is avatkozhat, persze nagyon kell vigyázni a saját magára, meg a másokra, mert hát azért ez egy nagyon veszélyes történet. Miklós Roland, a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Szövetség elnöke úgy nyilatkozott, önkéntesnek lenni megtisztelő. Rászoruló embereknek segítséget nyújtani pedig kiváltságos dolog. Minden évben nagyon szívesen jövünk, segítünk mind a diákok felkészítésében, mint mindenben az iskolában, és nagyon szívesen részt veszünk itt a hármas iskolában is, mint más minden egyes iskolában, így a gyerekek szórakoztatására. Ez nem csak a gyerekek szórakoztatása, hanem szeretnénk egy kis utánpótlást a diákoktól, gyerekektől, hogy miért is jó az önkéntesség. Én úgy gondolom, hogy annál nagyobb öröm, mint amikor nem csak önkéntesként, hanem bármilyen szervezetnél, vagy bárkinél, ahol máson segíteni tudunk önzetlenül, én úgy gondolom, hogy annál nagyobb öröm, és annál nagyobb dicsőség nem létezik. A résztvevő csapatok a tűzvédelmi és a Gróf Széchenyi Ödön életével kapcsolatos elméleti kérdéseken kívül gyakorlati feladatként a tűzcsapról való szerelést mutatták be.